Jó estét kívánok, köszöntöm az aréna nézőit. Hamarosan most már mondhatjuk, hogy szinte minden sportág képviselői elmennek egy kisebb vagy éppen hosszabb nyári szünetre, és így több bajnoki kiírás is lezárul. Még a labdarúgó NB3-ban még hátra van egy forduló, illetve a női kosárlabda bajnokság NB1B piros csoportjában is még lesz mérkőzése az ETE csapatának, ám a feljebb lévő bajnokságok már lezárultak. A mai adásunkban mind a hölgy kosarasok legutóbbi hazai mérkőzéséről, mind pedig az ETE második csapatának városi rangadójáról láthatnak majd összefoglalót. Emellett pedig atlétikával is foglalkozunk majd a mai arénában. A stúdióban pedig szintén a már említett labdarúgásról fogunk beszélgetni, aki teheti ezúttal is tartson velünk. És kezdjük is labdarúgással, hiszen ahogy már említettem, az NB3-ban még zajlanak a küzdelmek, és az elmúlt héten a két zalaegerszegi csapat éppen egymás ellen játszott. A TAR András Ida SC fogadta az ETE 2-es csapatát. A vendégek kezdték bátrabban a mérkőzést, de a félidő közepéig egyik oldalon sem alakult ki gólszerzési lehetőség. A folytatásban kiegyenlítődött a játék, és az első zicser a hazaiak előtt adódott. A 27. percben Szinai a bal oldalról találta meg a középen érkező Bakót, aki 6 méterről az elvetődő német belőtt. A kipattanót Szabó Martin éles szögből a jobb alsó mellé gurította. A 36. percben megszerezte a vezetést az ETE. Szökröny remek labdával ugratta ki Halmait, aki a kapujából kilépő Kis Bence mellett higgadtan gurította bal alsó sarokba. 0-1. Két perc múlva megduplázta előnyét a vendégcsapat. Kis egy hazaadás próbálta mezőnybe ívelni, de Fehér Barnamás közbelépett, és a lábáról a jobb felső sarokba pattant a labda. 0-2. A játékrész hajrájában szépítettek a hazaiak. A 42. percben Szinai balról emelt a védők mögé, ahol az érkező Szabónak sikerült elhúzni a labdát német mellett, majd félmagasan a kapuk közepébe lőtt. 1-2. A fordulás után hamar növelte előnyét a ETE. Az 51. percben Dóci a saját tér feléről ívelt előre. A tétovázó védők közül kilépő Halmai pedig 12 méterről Kis Bence felett a hálóba emelt. 1-3. Két perccel később Dömötörfi indítását Szabó a büntető területen belül próbálta átvenni, amikor Bedővári buktatta. A megítélt büntetőt a sértett magabiztosan lőtte a bal alsóba. 2-3. A vendéglátók mindent megtettek az egyenlítés érdekében, többször sikerült eljutniuk az ETE kapujáig, de a következő találatot a kékfehérek szerezték. A 70. percben Fábián vesztette el a labdát az András Ida kapujának előterében, Szökrönyös pedig 20 méterről a kiinduló Kis felett a kapu közepébe ívelt. 2-4. Két perccel később Szántó 28 méterről vállalkozott lövésre, és a vetődő kapus előtt kellemetlenül megpattanó labda a jobb alsó sarokban kötött ki. 2-5. A mérkőzés hajrájában a hidaiak próbálkoztak közelebb kerülni ellenfelükhöz, de újabb gólt nem sikerült szerezniük, így maradt a magabiztos vendéggyőzelem. Amit nem követett jó folytatás, hiszen az ETE 2-es csapat, a második számú csapat a hétvégén 4-1-re kikapott itthon a Kaposvártól, az András Vida pedig 6-0-ra a Gárdony otthonában. Mi pedig szintén focival folytatjuk, köszöntöm itt nálunk Lasszák Gézát, a ETE kapus edzőjét, illetve Demjén Patrikot, a Gárda kapusát, első számú hálóőrét. Jó estét kívánok, szervusztok! Jó estét! Miről máshol beszélgethetnénk, mint a bajnoki szezon lezárásáról, hiszen ugye az elmúlt héten véget értek az NB1-ben is a küzdelmek. Hát a legvége nem úgy sikerült, ahogy tervezte a csapat. Először Géza felét fordulnék, mint az edzőstáb egyik tagjához. Hogyan értékelitek a szezont? Mennyire vagytok megelégedve az elért 8. helyezéssel? Hát a szezon értékelése az most is zajlik igazából. Ahhoz képest, hogy egy helyet javítottunk a tavalyi helyezéshez képest, és mondjuk kiesési gondjaink nem voltak. Össze volt egy gyengébb periódus, de egész tavasszal úgy játszhattunk, hogy inkább a középmezőn, sőt a középmezőny elejéhez tartozik a csapat.
negyedik is volt ahhoz képest, ugye az utolsó mérkőzéseken leszett vereségek, és a nyolcadik hely lehet, hogy egy kicsit úgy tűnik, hogy rossz a szereplés, de őszinte leszek, ez a csapat, ez a nyolcadik hely valahol reális helyen ért véget, de, és itt jön a nagy, de azért az utolsó hat vereség zsinórba ez lerontotta ezt az egész évet, és ezt nem is lehet így sikerként előadni, úgyhogy én szerintem is ezekből a Honvéd meccs utáni hat mérkőzésből ebből legalább kettőt meg kellett volna nyerünk, és akkor a csapat bekerül az első hatba, a 12-es bajnokság első felébe. Így bőven van hiányérzet a stábtagokba is, a tulajdonosba is, szerintem a játékosokba is. Igaz-e? Mennyire van bennetek hiányérzet, Patrik? Mennyire érzed reálisnak? Hiszen sokszor mondták azt, hogy amikor a negyedik helyen volt a csapat, akkor erőn felül teljesített, a vége viszont ez a hat vereség zsinórban, ez ennél viszont jobb volt a csapat, ez egyértelmű. Hát egyértelmű, és mi is úgy éreztük, hogy nem is a mi kiesési gondjaink lesznek majd azok, amik egész szezonban elkísérnek minket, és az egész csapat így állt hozzá, és úgy gondolom, hogy erőn felül is teljesítettünk, mint ahogy mondtuk, de az utolsó hat mérkőzés az azért nagyban befolyásolta mi szezonunkat, és az utolsó hat alapján ítélnek meg minket szerintem, hogy nem tudtunk jól játszani, nem tudtunk eredményesek lenni, úgyhogy szerintem ez nem egy reális kép, de attól függetlenül erőn felül teljesítettünk egész szezonban, de az a kiesési gond egész évben elkerült minket, és szerintem az a legfontosabb, és stabil középcsapatot tudtunk csinálni, és nyilván ebből tudunk majd építkezni majd. Ugye kívülállók, szurkolók is sokan azt mondják, hogy egyértelműen az edzőváltás is oka lehetett ennek a, mondhatjuk, mélyrepülésnek. Te, mint a csapattagja, hogy látod ezt? Hiszen ahogy elment Walter Robert, utána azért még két meccsen 4 pontot szerzett a gárda. És csak utána jöttek a rossz eredmények. Hát az is benne van az edzőváltás is nyilván. Természetesen az minden fejben azért ott volt, és megragadt, és beragadt. De úgy gondolom az év vége felé azért inkább mentális fáradtság, és inkább fáradtság jellemzett minket, vagy jött ki a csapatra, és emiatt nem tudtunk pontokat szerezni. Emellett viszont nagyon sok helyzetünk volt minden mérkőzésen, és minden mérkőzésen meg lett volna a lehetőségünk arra, hogy megnyerjük a mérkőzést, de pont ez a mentális fáradtság, vagy fizikális fáradtság, ami miatt nem tudtunk érvényesülni. Géza, te végig a szezon elejétől kezdve bent voltál az edzői stábban. Te hogy láttad ezt a évközi váltást? Valóban sokat nyomott ez itt a végén alatva? Hát mindenképpen egy olyan edzőváltás, nem egy szokványos edzőváltásról beszélünk, hiszen általában akkor cserélnek edzőt a csapatok, vagy akkor megy el egy edző, hogyha nem megy valami. Na most itt az Eténél tavasszal ez bemutattuk, hogy így is lehet edzőt cserélni, tehát egy jó működő, jó szereplő csapatnál megy el a vezetőedző, akinek a személye, azt hiszem, azt egyetértettünk, a döntő, egy klub életébe is. Na most a Robi elment, a Balázs szerintem ezt az időszakot profin lehozta egy stábbal együtt, és azzal, amit említettél te is, azzal a két mérkőzéssel, a Debrecen X-el és a Honvéd győzelemmel ugye matematikailag is bennmaradt a csapat, és ennek a nyugalom, ami ugye kellett volna, hogy ezért dolgoztunk, igazából egy olyan hatást gyakorolhatott, hogy nem tudtunk az olyan élesen és olyan eredményesen játszani, mint korábban. Jöttek vereségek, jó, ez a 8 vagy ez a 6 mérkőzés, ez azért tudni lehetett, hogy ha a Fradihoz megyünk, a Újpesthez, tehát nehéznek, mindenképpen nehéznek ígérkezett, akár maradt volna Röbbi, akár nem. Az, hogy a játékosok, ugye 23-25 játékos van egy öltözőbe, mindenkit azért ez a dolog váratlanul érintett, és valahogy egy picit tudta mindenki, hogy ez a szezon befejezés egy ideglenes dolog lesz, tehát a Balázs semmiképpen nem marad tovább. Ennek is vannak pozitív, negatív hatásai, nekünk úgy néz ki, a negatív hatásai jött ki az eredmények szempontjából. Valahogy így. Patrik, te viszont mondhatjuk, hogy mindenképpen jó szezon zártál, és a szurkolók is a csapat legjobbjának választottak meg ebben a szezonban. Gondolom ez azért némileg elégedettséggel tölt el. Hát nyilván azért így
a saját szempontomból is úgy gondolom, és úgy is értékeltük a Gézával, hogy, hogy ez egy szezon, számomra egy jó szezon volt, és az egész szezont úgy akartam csinálni, hogy most ez egy olyan szezon legyen, hogy azt mondják rám, hogy beértem, vagy hogy egy minimális stabil kapus lettem, és egy olyan meghatározó alakja lettem a csapatnak, ami még a nehéz helyzetekből kihúz minket, vagy engem, de attól függetlenül, hogy ez egy jó szezon volt, még van sok dolog, amiben fejlődnöm kell ahhoz, hogy még tovább tudjak lépni, és nyilván ez a célom is, és ilyen szezonokat akarok, hogy tudjak lépegetni, és ez hasonlót akarom majd a következőben is. És miben kell akkor fejlődnie Patriknak, hiszen Géza, te abszolút kollégája vagy. De én Patriknak volt egy nagyon szép, több mint 600 perces gólcsend, amit ugye Patrik produkált. Hogy látod? Hasonlóképpen látom. Jó, erről mondjuk mi beszéltünk is többet, tehát nem most beszélünk róla először. Egyetértek vele szinte mindenben, amit elmondott. A egyéni rekordjához, illetve a csapatnak a góltalansági rekordja, ez egy nagyon nagy dolog, tehát ez így az etéből megcsinálni az utóbbi 15 év leghosszabb góltalansági rekordját, ez mindenképpen nagy teljesítmény az ő részéről is, és a csapatéről is. Az, hogy miben kell neki fejlődni, azt szerintem ő is tudja. Igazából ez kifele annyira nem is publikus, úgyis lehet látni valakinek, itt van most már harmadik éve, azért a 90%-ban meccseknek játszott is, ez egy nagyon nagy dolog, tehát a szükséges lehetőséggel jól élt, a meccsutint megkapta, válogatott szeretne lenni, tehát ehhez mondjuk folyamatosan magas szinten kell teljesíteni. Alkalmas is rá, most azért ez nem csak egyéni sport, tehát igazából ugye szükség van a csapatra, a keretre, az edzőkre, úgyhogy bizakodó vagyok az ő teljesítményét illetőleg, illetve a többiekét is. Mi lesz akkor a következő cél, Patrik? Egyértelműen a válogatottság, vagy azért jövőre még az etével egy jobb szereplés, mint az idei volt? Hát igazából mindkettőt lehet mondani. Igazából nem is lenne értelme, hogyha nem fogalmaznék meg én saját magamnak, vagy a csapat felé ilyen hasonló nagy célokat, de úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy esetleg váltott legyek, azért jóval többet kell tenni, és jóval hosszabb ideig kell ezt a stabil teljesítményt hozni ahhoz, hogy felfigyeljenek rám, vagy úgy gondolják, hogy lehetőséget kapok a válogatottban, de attól függetlenül szeretnénk csapatszinten azért egy nagyobb célt megfogalmazni jövőre, és ez a stabil kieső hely elkerülés, ez szerintem minimum kell legyen megint, és ahhoz, hogy ezt elérjük, ugyanezt a játékot és ugyanazt a gondolkodást kell majd hoznunk, amit az első fél évben és igazából a szezon nagy részében hoztunk, de szerintem megvolt a csapatban az a plusz, amit meg ki tudjunk vinni jövőre is, és ezt a csapategységet, amit alakítottunk, ezt nem szabad elengedni, és akkor ebből tudunk majd egy eredményesebb szezont, vagy saját magamnak egy eredményesebb szezont hozni, mint az idei volt. Egyértelműen nem ti vagytok elsősorban ennek a fő, mondhatjuk, szakavatott képviselői, de mennyire látjátok körvonalazódni a jövő évi csapatot? Fogalmazott-e már meg a vezetőség konkrét terveket? Célokat, bocsánat. Hát azt szerintem a célokkal az még azt megvárhatjuk, amikor tényleg kialakul a keret, de a klub azon dolgozik, hogy elég sok játékosnak meghosszabbították a szerződését, tehát ez egy jó dolog, hogy nem három játékos ül a szezon kezdetén az öltözőben, hanem jóval több, és próbál hozni a klub mellé, illetve még akár a mi utánpótlásunkra is kiegészülve, illetve külföldiekkel egy fiatal, erős csapatot összehozni. Ez mondjuk nem egy egyszerű dolog, és ezzel próbálkoznak jóváran ebbe az NB1-be, és nem mindig sikerül. Reméljük, hogy olyanok kapják meg a lehetőséget, most a fiatalokra gondolok, akikkel tényleg ezek a célok, amiket a klub is szeretne, hogy előrébb lépjön, ezek megvalósulhatnak. Patrik, te ugye mióta feljutott újra az ETE az NB1-be, az első számú kapus vagy itt Tejerszegen, mondhatjuk, hogy három szintet teljesen különböző csapatban védtél, és az állandóságot képviselted. Ha visszagondolsz az idei szezonra, az elmúlt kettőre, ez a csapat, ez hova volt helyezhető, akár mint csapategységet tekintve, akár mint minőséget, hiszen itt azért tényleg nagy volt a jövésmenés az elmúlt két évben is. Hát igazából ebben az három évben az elég nagy volt, és ez tényleg
ígynek indulni a szezonnak, hogy a csapat igazából hogy hónapja, másfél hónapja látja egymást, és akkor ismerkedik, nyilván azért nagyjából a játékosokat, illetve a játékosokon belül azért tudtuk, hogy ki milyen, milyen szintet képvisel, milyen ember ő, úgyhogy amikor meg feljutottunk, amit feljutottak, mert akkor még nem volt említ, és én igazoltam ide, akkor valami hasonló célt szerettem volna megfogalmazni, hogy amíg itt vagyok, addig próbáljak minél több mérkőzésen játszani, és minél nagyobb szinten teljesíteni, és azért szerintem a nagy részében azért sikerült is, de semmiképp sem akarok megelégedni ezzel, vagy hátradőlni, ugyanezt a szintet, amit ebbe az évben tudtam képviselni, azt tovább vinni, hiszen tényleg még nekem a céljaim vannak, és ahhoz, hogy ezeket elérjem, nem szabad vagy talán egy pillanatig sem hátradőlni, úgyhogy viszont ez nem csak én kellek nyilván, és én próbálok a csapatnak úgy segíteni, hogy ők is tudjanak nekem segíteni. Mikor kezdődik a felkészülés, lehet-e már a csapat programjáról valamit bővebbet tudni? Egy biztos, hogy június 13-án kezdődik, és körülbelül 6-7-es felkészülés lesz, tehát az mondjuk bőven elég mindenre. Még igazából a többi az nem is annyira publikus, én sem tudom természetesen mindent. Még jó párunknak ugye lejár a szerződése, és a napokban vagy a hetek történései alapján alakul majd ki a program is, a vezetőedző személye, a klub elképzelése, úgyhogy ezek még a jövő titkai. Reméljük, hogy ez a jövő pedig minél szebb lesz, bár csak amiatt is, mert ugye idén ünnepelték a 20 éves bajnoki cím évfordulóját. Hát reméljük, ha nem is bajnoki cím még jövőre, de valahol ott az élmezőny környékén fog végezni majd a csapat. Én köszönöm, hogy befáradtatok. Köszönjük. Hozzánk. Mi pedig kosárlabdával folytatjuk, hiszen az ETNKK számára is hamarosan befejeződik a bajnokság. A lányok még megcsíphetik a negyedik helyet a piros csoportban, ám ehhez hibázniuk most már nem nagyon lehet. Az elmúlt héten például itthon a Deac ellen hozták is a kötelezőt. Lendületesen kezdte a találkozót az ETE. 4 vesztes mérkőzés után látszott a játékosokon, hogy szeretnék lezárni a rossz sorozatot. Alig telt el egy perc, és már 6-0 állt az eredményjelzőn. Mezei Göttlinger Anna távolról szerezte a vendégek első találatát, de az alaiak nem lassítottak a tempón. Pap és Frint pontjaival a negyed közepére 10 pont fölé nőtt az előnyük. A folytatásban sem jutott több lehetőséghez a Deac. Bacuk és Balassa gyarapította a debreceniek pontjait, a differenciát azonban az etap végére már csaknem 20 egységre, 27-9-re növelte az ETE. A folytatásban Frint és Pap kosaraival tartotta a 20 pont körüli különbséget a házigazda. A fehérmezesek jól védekeztek, de támadásaik befejezésébe egyre több hiba csúszott. A cívis városiak Mezei Dóra távoliával és Bacuk kosarával csökkentették hátrányukat. Az egerszegieknél Pap Regina harcos palánk alatti játékkal és az ebből szerzett kosarakkal gyarapította pontjait. 50-30-as állásnál vonulhattak pihenőre a csapatok. 2 távolival kezdték a vendégek a harmadik szakaszt. Az egerszegieknek nem sikerült megismételni a mérkőzés elején mutatott fegyelmezett játékukat, míg a Deac elsősorban kinti dobásokból és gyorsindításokból szerzett kosarakkal 56-47-re zárkózott fel. A 26. percben Bacuk triplája után 56-52-nél már csak 4 pont volt a két együttes között. Horváth Fanni büntetői és Frint Nikolett mezőnykosara úgy tűnt, hogy megtöri az egyetemi csapat lendületét. 2 perccel a játékrész vége előtt Kovács Georgina találatával ismét 10 pontra 64-54-re nőtt az egerszegi előny, melyet a negyed zárásaig további 4 egységgel toldottak meg. Egy labdaszerzés és egy gyors frintkosár vezette fel az utolsó negyedet. A vendégek azonban Bacuk és Mezei pontjaival próbáltak látó távolságon belül maradni. A folytatásban felváltva estek a kosarak, és a Debrecen nem tudott közelebb zárkózni ellenfeléhez. Az ETE végül 95-74-re győzött egy jó iramú közönség szórakoztató mérkőzésen. És jól is folytatták a lányok, hiszen ezen a hétvégén idegenben győztek, méghozzá 91-75-re verték a Baja együttesét. Ahogy említettem, még egy forduló van hátra, és vagy a negyedik, vagy az ötödik, esetleg a hatodik helyen végez majd az ETNKK az MB1B piros csoportjában. Ezt reméljük, hogy jövőre már a feljutásért küzdhetnek a lányok.
atlétikával folytatjuk. Vasárnap fiatal atlétákkal népesült ugyanis be a Városi Sportcentrum az egykori Sport 21 versenysorozatot, a kölyökből atléta program váltotta fel, melynek keretében most két kupát is rendezett a Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Klub. A 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság adta az apropót a kölyökből atléta program elindítására. A projekt célja elsősorban nem a versenyeztetés, hanem az, hogy a 6-10 éves gyermekek megismerkedjenek a sportág alapjaival. Ezt legtöbb esetben játékos feladatok során érhetik el, amik között természetesen szerepelnek mind a futó, mind az ugró, mind pedig a dobó számok is. Zalaegerszegen ezúttal az U10-es és az U12-es korosztály 7-7 csapata mérettette meg magát. Kölyökből atléta program keretében rendezzük meg a regionális pályaversenyünket. A Zalaerdő kupáira az U10-es korcsoport, a PSM Protect kupáért pedig az U12-es korcsoport versenyzői versenyezzek, mérik össze tudásukat. Ezen a versenyen Szombathely, Kőszeg, Keszthely, Zalaegerszeg versenyzői képviseltetik magukat, minden egyesület hozott el képviselőt a versenyre. Itt ilyen játékos módon vezetjük fel a gyerekeknek az igazi komoly atlétikai versenyeket. És ha már a komoly atlétikai versenyekről van szó, nem pihenhettek ezután se, hiszen júniusban újabb versenyek lesz házigazdája a Zalaszámzat. Igen, a Záév kupáért fog zajlani az országos vidékbajnokság, ami szuperliga verseny egyben. Itt felnőtt korosztálynak rendezünk versenyeket, valamint ennek keretében a most versenyző U12-es korcsoportnak a VHC kupa ad majd otthont, ahol egyéni versenyben mérhetik össze tudásukat majd. A Zalaszám Zacnál bíztak benne, hogy mindkét korosztályban itthon tudják tartani a serleget. A fiatal sportolók pedig ki is adtak magukból mindent. Nagyon sokat készültünk erre a versenyre. Nem volt annyira nehéz, mert már sokszor futottunk ilyet, és az ellenfeleinknek is nagyon gratulálunk, mert ők is nagyon szuperen futottak. Misi, te voltál befutó, már gyakorlatilag csak simán be kellett hoznod, vagy azért küzdöttél rendesen te is? Az, mivel időmérő volt, azért gyorsan futottam, és így azért kellett. Milyennek láttátok a csapatotokat, milyen volt ez a váltó? Azt tudtuk, hogy a csapatunk nagyon jó, mert ugye a legjobbakból rakták össze, de azért mindenki a maximumot ki akarta hozni magából. Szerintem a mi csapatunk is nagyon jó volt, és mi is kihasztuk magunkból mindent. Pap Luca és Szabó Mihály kiváló teljesítménye is kellett hozzá, hogy az U12-es korosztályban a Zalaszám Zac nyerje el végül a PSM Protect Hungária kupát. Az U10-es kategóriában pedig a Szombathelyi Sportiskola csapata diadalmaskodott. Így június közepén ez a két együttes képviseltetheti magát a Szekszárdi Országos Fesztiválon, ahová a 10 régió győztesei kvalifikálták magukat. Reméljük, hogy majd ott is jól szerepelnek a zalaegerszegi fiatalok. Egy Zalaszám Zac sportoló pedig a hétvégén is remekelt, ő pedig Muszil Ágnes, aki ezúttal ugyan nem a klubja színeiben, hanem a felsőoktatási intézmény, ahol tanul, ugye a Pécsi Tudományegyetem csapatában vett részt a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságon. Muszil Ágnes itt szerzett egy aranyérmet és két ezüstöt, a 4x400 méteres váltó tagjaként állhatott fel a dobogó legfelső fokára, míg egyéniben mind 400, mind pedig 800 méteres síkfutásban egyaránt második helyen ért célba, és így ezüstérmet akaszthattak a nyakába. Gratulálunk természetesen Muszil Ágnesnek. Az elmúlt héten pedig a zalaegerszegi súlyemelők is kitettek magukért, hiszen már az 52. súlyemelő Göcsei kupát rendezték meg. A ZTE súlyemelő klub két sportolót is indított ezen a viadalon. Az ifjúsági korosztályban a 81 kg-os súlycsoportban Varga Martin Csongor 232 kg-os összetett eredménnyel az első helyen végzett. Szakítása, ami egyébként 105 kg-ot jelentett, pedig új egyéni csúcs is volt egyben. Mellette Rácz Gergő a juniorok 67 kg-os súlycsoportjában 187 kg-os összesített teljesítménnyel szintén az első helyen végzett. Gratulálunk természetesen mind a két sportolónak, illetve edzőiknek is.
Ezzel pedig a mai arénánk végéhez értünk. Két hét múlva mondanám, de akkor pünkös hétfő lesz, úgyhogy valószínűleg majd csak utána egy héttel, június 13-án jelentkezünk ismét sportmagazin műsorunkkal itt a Zalaegerszegi Televízió csatornáján. Addig is jó sportolást és jó pihenést is mindenkinek, a viszontlátásra! A műsorvezetőt a Heavy Tools öltözteti.